Szép jó estét mindenkinek! Szívből köszönöm Zsuzsánna gyönyörű bevezetőjét, és közben állandóan egyik közös kedvenc olvasmányunk jutott eszembe. Természetesen fel fogja ismerni mindenki. A fejezet így kezdődik a hobbitokról. És akkor 70 oldalon keresztül Tolkien teszteli a türelmedet, a felfogóképességedet, azt, hogy mennyire akarod tudni a gyűrűk cselekvényét, és hogyha az első 70 oldalon túl vagy, akkor beléptél a regény kapuján. Ahogy Zsuzsánna is belép a négy kilométeres séta után a templom kapuján. És a beszéde mindig így kezdődik, ilyen szépen lassan, nyugodtan, és egyszer csak van benne egy fordulat, amire nagyon figyelj, mert több fordulat nem lesz. És ezért a fordulatért érdemes végighallgatni mindazt a 15 percet, amivel megalapoztuk azt a nagyon fontos fordulatot. És ha megnézed, az emberi élet is nagyon hasonló ehhez, hiszen uh, rengeteg alapozás kell, rengeteg olyan munka, amit minden nap látszólag látástól Mikulásig, reggeltől estig ugyanúgy végzünk. És hogyha ezt jól csináljuk, akkor ezek a fordulatok ezek pozitívak és kedvezőek. Ha nem, akkor számunkra is kellemetlen meglepetés ez a fordulat, ami az élet csúcspontjai és mélypontjaiból áll össze. Úgyhogy, ha van kérdése bárkinek az én gyakorlatról, a csúcs és mélypontokról, akkor bátran tegyétek fel. Mi a véleményed arról, hogy én azt tapasztaltam az én életemben, hogy általában a legnagyobb mélypontok ideje alatt tanultam a legtöbbet? és azok határozzák meg a, az elkövetkezendő pár évnek a működési mechanizmust. Szerencsére a véleményemet elmosta a tapasztalat, amely egybecseng a kérdéseddel. A mély pont egyszerre a kiemelkedés lehetősége is, hogyha helyes döntéseket hozol egy adott válsághelyzetben, akkor megfelelő irányban indulsz el. Hogyha nem megfelelő döntéseket hoztál, akkor nem csak a megoldás marad el, vagy nagyon rövid távú volt a felélegzés, hanem ami még rosszabb, olyan emberré váltál a válság tüzében, akivé nem akartál lenni. Tehát használjuk a válság tüzét, az elképesztő nyomást, azt az összeomlást, az én teljes megszűnését, a világkép összeomlását arra, hogy ebből a fájdalmas, plazmaszerű forró energiából, ami a veszteség, a megszűnés, a visszahozhatatlanság nagyon komoly, közvetlen tapasztalata, hogy ebből valami olyat hozzunk létre, olyan döntéseket hozzunk, olyanokká legyünk ebben a tűzben, amilyeneké valójában lenni szeretnénk. Használjuk ezt fel. Helyesen. Nem csak magunkért, hanem másokért. Mert hogyha ezt az összeomlást, ezt a válságot, ezt az elképesztő vesztességet arra használod föl, hogy egy újabb, hasonló rusnya egoitást teremts, mint ami összeomlott, akkor igazából rövid vagy hosszabb sugarú körön, de megismételted az egészet. És mindenből lehet tanulni, sőt kell is, de hogy hány kört kell lefutni ahhoz, hogy egy leckét megtanulj, az nagyon nem mindegy. Hány kör kell? Hány életciklus kell? Hány inkarnáció kell? Úgyhogy igen, óriási emelkedési lehetőség, a legmélyebb pont. És amikor a legnagyobb a sötétség, akkor jelenik meg a fény. És ez úgy tűnik, hogy az emberi élet során, az igazul élt emberi élet során, ami nincs túlvédve, túlpárnázva, tutúigatva, vagy éppen nincsen teljesen leszorítva, ezen két szélsőségtől mentes. Tehát egy ilyen világos helyzetben ezek a döntések meghozhatók, ezek az irányok láthatók. Nincs elvéve az embertől a szabadsága, ahogy a felelőssége sem. Nem azt mondom, hogy szeresd a válságaidat és öleld kebledre az összeomlásaidat, mert ez nem egy mazohista tanfolyam hanem inkább nézzük meg, hogy milyen karmánk van, amit tényleg le kell dolgozni, mi az, amit elég, ha a helyes irányba fordítasz, mi az, amit ki kell fejleszteni szinte a semmibe. És ekkor a válságok közepette rájössz arra, hogy valójában kikben bízol, valójában miben hiszel, valójában mihez van bátorságod. Tehát, hogyha azokkal társulsz, akikben bízol, olyat cselekszel, amelyben okod van hinni, és van bátorságod-e kettőt végigvinni, akkor az összes többi válság ezt fogja erősíteni. Ezt fogja szolgálni. És ha nem, akkor megint meg kell változtatni, hogy kikben bízol, megint újra kell értékelni, hogy miben van okod hinni, és akkor a bátorságot újra össze kell kaparni valahonnan a járólapok részeiből. Ugyanezzel kapcsolatban, hogy mi a véleményed arról, akinek például egyáltalán nincs összeomlása? Lehet-e úgy fejlődni, hogy nincs semmilyen összeomlás? Ha nincs összeomlás, az maga a legnagyobb összeomlás. A legrosszabb, mert nem észrevehető és nem lehet ezért kijönni sem belőle. Tehát aki annyira okos, hogy mindent elhárít, aki annyira furfangos, hogy mindent elkerül, aki nem engedi meg magának azt, hogy belül magára lásson és változzon, és nagyon komoly metamorfózison keresztül menjen, az maga az összeomlás, az a lefokozott élet. Ezt hívják a hamis biztonság tudatának. És ez, Egyetlen egy alkalommal válik sziklaszilárdan bizonyossá, amikor el kell hagyni a testet, mert azt nem lehet kivédeni. Akkor minden félelem, minden feldolgozatlanság, minden illúzió egyszerre jön föl, és üt, és lebénít, és lehizzaszt, és megfélemlít. És ekkor jön ki az, hogy van nullás inkarnáció. Van olyan, hogy csak körbe-körbe jártuk az életet a különböző érzékszervi ciklusokban, de valójában szellemileg nem tettünk semmit. Ehhez szeretnék kapcsolódni ehhez a biztonságos dologhoz, tehát hogy úgy érzed, hogy minden rendben van és biztonságban vagy, és csak a halál eljövetelekor vagy talán akkor sem derül ki számodra, hogy mégis valami nem volt rendben. Azt veszem észre a környezetemben sokszor, hogy ö, kimagasló ö, energiákkal, intellektussal, egóval, nagyon komoly, ö, nem tudom igazán jól megfogalmazni, kvalitású személyek, tanítók, ö, művészek, mesterek követik el ezt a dolgot, hogy hogyan párosul a kettő, és egy, egy ilyen fajta túltöltött személyiségnél Ö, hogyan jön létre mégis az, hogy végig tud úgy csinálni egy, egy emberöltőt, hogy, hogy ez a halál Halálakor, vagy talán még akkor sem. Úgyhogy csak kifelé dolgozik. Tehát befelé nem dolgozott semmit. Nem mert hibát elkövetni, nem mert őszinte lenni úgy önmagához, hogy ez esetleg a kárára váljék, és nem merte fölfedezni azokat a zárt szobákat a saját kastélyában, amelyek felnyitatlanul ott vannak esetleg életek óta. Mert ne tévesszük össze a külső sikert a belső realizációval. Akiket említesz, és óriási sikereket értek el, és megbecsült, híres, minden szempontból kitüntetett tagjai lettek a társadalomnak. Ezek az elérések, ezek az eredmények, ezek semmiképpen nem hozhatók kapcsolatba egy benső szellemi haladással. Ezek között nincs közvetlen megfeleltet megfeleltethetőség. Ezek közvetlenül nem feleltethetők meg egymásnak. Vagy megtörténik, vagy nem. Tehát színészvilág, látsz ripacsokat, akik 30 évig ripacsok, és gyönyörűen csinálják a ripacságot. És a közönség imádja őket, és vastapsokat kapnak. De amikor visszanéz a színészi pályára, mélyen tudja, hogy ripacs volt, és valójában nem történt semmi belül attól, hogy színész volt. És vannak azok a színészek, akik a zsebszínházaknál tovább sose viszik, és olyan metamorfózisokon mennek keresztül, és olyan átváltozások történnek bennük a szerepek által, hogy ösztönösen rálátnak arra, hogy mi az igazi önvalójuk. Még akkor is, ha nem tudják megfogalmazni. Nem csak azért, mert nem lehet, hanem azért, mert nincsenek rá kiképezve, hogy erről kommunikáljanak, de megélik. És zéró ego kérek. És ezek nem hisznak, ezek a karakterek, ezek nem akarnak önpusztítóak lenni, ezek valami egészen érdekes fényben égnek, pont attól, mert rájöttek valamire, amire úgy nem jössz rá, hogy csak kifelé dolgozol, hogy csak a több százas, több ezres közönség fontos. Úgyhogy minden szakmában megvan ez, minden élethivatásban megvan ez, és ha valaki csak kifelé dolgozik, akkor sohasem fog belül eredményt elérni és aki veszi a fáradtságot magának, hogy a mélyére nézzen a világnak és a benne lévő karmának egyaránt, az elsősorban kérdez, és magától kérdez, és nem kifelé osztja az észt. Nagyon jól lehet látni, aki kifelé osztja az észt, az előbb-utóbb egy ilyen arrogáns létsíkra emelkedik, aki pedig lemond arról, hogy neki kint a világban bármi módon igaza legyen mások fölött, az elkezd egy olyan belső utat, amely előbb-utóbb harmóniába kerül a világgal, másokkal, és így elindul az a változás, ami lassan vagy gyorsan, fokozatosan vagy egy csapásra, de a fix én kép illúziójától megszabadul, és ezzel megszabadít másokat is. Ez az út. Egy olyan kérdést szeretnék feltenni, hogy uh, itt beszélgettünk különböző embertípusokról, hogy itt a film, filmezés kapcsán, hogy ki milyen, ki mekkora egoitás, vagy mennyire ismeri fel azt önmagában, hogy, hogy változtatnia kell, vagy, vagy hogy változzon. És hogyha valaki brut egoitás, és nem foglalkozik a, a, külsőségekkel, nincs benne meg az együttérzés, nincs meg az, hogy ez a, az irányvonal, ö, és, és, ő mondjuk ezzel egész életén keresztül nem foglalkozik. De mondjuk van más, aki foglalkozik. Mind a két ember típus eljut oda, hogy halál van. És, és hogy ez eddig a halálig, eh, ahogyan eljutunk, vagy odaérünk, ez, ez, miért a halál pillanatában, vagy ott, ez, ez mit, mit ad? Mi, miért olyan központi kérdés az, hogy ki milyen rusnya egoitásként, vagy az életét nem az együttérző, a közösség érdekeiért tevő valaki legyen, vagy, vagy, hogy olyan közösségi munkát, és úgy segítse a, a másikat, hogy, hogy, az, az értékként legyen az egész életére vonatkozóan. Nem csak úgy, hogy a saját önzőségéből építi a saját útját, megy, megcsinálja a kis dolgait, tojik az egész világra, leéli a kis életét, eljut a végére, end, és akkor ott, 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 ott miért, miért, az a cél, hogy ott az átlépésben mi, mi, az, ami ott történik, hogy, hogy ez determinálja nekünk az egész életünket, mindenkinek a belső felismerése az, ami ami meghozza azt, hogy milyen irányba induljon el, vagy hogy Érdemesnek tartsa magát a belső változásra. Ne vegyél magadra olyan terhet, amelyet nem akarsz. Egy. Kettő. Szeretsz félni? Nem szeretek. Akkor ezért érdemes dolgozni a nyeresség, vesztesség, testesülés, meghalás és egyéb témán. Egyszerűen azért, mert olyat még nem láttál, hogy aki ne dolgozta volna fel a félelmeit, az könnyedén átlépett volna ezen a bizonyos kapun. És ez a kapu, ez nem a végállomás. Ez egy nagyon fontos állomás, de nem a végállomás. Mennyit látsz abból, ami a kapun túl van? Mennyit fogtál fel a lelket testtől független működéséből? Nekem sajnos ez még totálisan a hipotetikus valóságon polcán van a, ez a. Kérdés, és még nem tudtam felismerni. Amikor a zenben azt tanítjuk, hogy legyen a pillanat tiszta, az nem csak azt jelenti, hogy testben, azon kívül is. Legyen a pillanat teljesen tiszta, akár inkarnálódott, akár testen kívüli állapotban vagy. Ez nagyon fontos. Ezért mondja a tanítás, hogy ülve, állva, járva, fekve, beszédben, csendben, álomban, ébrenlétben, Testben, testen kívül, emberi és más alakban, folyamatosan, megállás nélkül. Mi ez? Mi az, ami lát a szememmel, hall a fülemmel, gondolkodik az agyammal, érez a szívemmel, mozog a testtel? Mi ez? Ha ezt letisztáztad, akkor nincs akadály és nincs félelem. Pusztán ezért, és ez nem csak arra vonatkozik, amikor kilépsz a testbe. Amíg benne vagy, ott is szoktunk félni, de miket? Ajajaj! Ajaj. Tehát a szívszutra azt mondja, nincs akadály, nincs félelem. Ha van akadály, van félelem. Azért érdemes ezekre a dolgokra jó rátekinteni, és a karma működését, a lélek működését, a világ működését közös nevezőre hozni, hogy ne kelljen állandóan aggódni, félni, szorongani, gyomorfekéjel ébredni, állandóan hidegen verejtékező homlokkal gondolkodni, ez nem méltó hozzánk emberekhez, mi ennél sokkal, de sokkal magasabb szintű életre vagyunk képesek. Úgyhogy ennek a, az adott kapuna, testből való kilépés, kapuján való átlépéshez persze hát, óriási köze van, de itt nem csak ez a pont határozza meg. Az egész kontinuum úgy, ahogy van. Akár ciklikusan képzeled el, akár lineárisan képzeled el, mind a kettő hamis egyébként, csak ebből a testből nem tudunk másképp gondolkodni. Vagy lineárisan, vagy ciklikusan. De a három tér és egy idődimenzió eléggé behatárolja a működésünket. És ez nem is baj. Ezen határok közül kell kiemelkedni. Ezen határokat felismerve kell meghaladni azokat. Van az a kifejezés, hogy egy hegyűség. Erről tudnál beszélni egy kicsit, hogy hogyan jelenik ez? Ezt a konyhában megmutatom. Van egy pár ilyen szemléltető eszköz. Az egyik a kés amelyiknek nem lekerekített a vége, hanem ilyen hegyes, az azért jó, mert ott nagyon érzi az ember azt az élességet, amit a tudat akkor vesz föl, amikor így egy pontra tud koncentrálni. Aztán van egy ellenpélda, ez a villa. Vannak rögtön négy hegye van. Vagy. vagy kettő, ugye? De vannak négy és több hegyű villák is, ahol több hegyű a tudat, ugye? Egyszerre több tárgya van. És most nem is hozom ide az ollót, mert az már bonyolult. Amikor a tudat tiszta, mint a tér, tiszta, mint a tükör, egyben olyan éles is, mint a sugár, annyira pontos. A kettő együtt kell, tehát hogy pontosan tudjak rád koncentrálni, de közben érezzem, hogy a térben mi történik. És ezt, ha kell egy ponttal, ha kell kettővel, hárommal, egész addig, amíg a tudatodnak az állóképességet, terjedelme egyebe bírja. Mikor fáradsz el? Akkor fáradsz el, amikor a test és a tudat közti egyensúly elkezd borulni. Akik nagyon sokat edzettek valamit, akár mozgásban, akár mozdulatlanul, azok pontosan tudják, hogy hogy és mikor szoktunk szétcsúszni. És a fizikum fáradtságához vajmi kevés köze van ennek. A tudat fáradtságához, igen, az nagyon, az nagyon sokat számít. Mikor csúszol szét tudatilag, akkor megy szét a mozgásod is. Tehát az, hogy te egy pontra tudj koncentrálni, ahhoz vissza kell térni a jövés és a menés elé. A keletkezés és a megszűnés elé. Oké? Okay? Ezért hangsúlyozzuk a köldök csak rát a tantient és ezt a pontot. A tantien gyakorlat és ennek a pontnak a tapasztalata ugyanaz. Ezért van a tanításban együtt, hogy tiszta, mint a tér, tiszta, mint a tükör. Mert van, aki térszerű, de nem tükörszerű, mert itt össze-vissza itt, hajhaj, katica bogár, légy, meg pillangó, és akkor ide-oda mászkál. Vagy Disneyland, Párizs, Moszkva, Kamcsatka, utána hirtelen San Francisco megint. Tehát ez egy állandóan mászkál a tudat. Térszerű, de nem tükörszerű. Aztán van az ellentetje, amikor tükör, de nem tud mozdulni. És állandóan így. Na, mi van más? Tehát nem tudja a tárgyát megváltoztatni, olyan, mint az a kő, ami nagyon sima és szépen befoncsorozták, de mögötte kő, nem tér. És akkor a tükörszerű minőség nem párosul egy csomó egyéb tulajdonsággal, ami még kellene. Úgyhogy az egyhegyűség nagyon jó amikor késre van szükséged. A több hegyűség, ha éppen villával szeretnéd a rántott sajtot lefixálni, ugye? És uram, bocsá, a hegy nélküli például kanál, amikor levest kanalazunk. Tehát mikor, mire van szükség? Ha nagyon kell koncentrálni valamire, akkor arra az egy pontra koncentrál, és ez jól esik. Ezt úgy hívják, hogy füröztöm a figyelmemben. Aztán van, amikor nagyon gyorsan le kell szállni arról a fókuszpontról, mert pont az a fókuszpont igyekszik téged megsérteni. És akkor hirtelen térré kell válni, és teljesen defokalizálni, és nem, hogy nem egy hegyűben, hanem semmilyen hegyűben nem gondolkodni. És átengedni magadon az egészet. Akkor nincs hegy, nincs koncentráció, nincs semmi, még te sem vagy. Melyik pillanatban milyen tudatformára van szükség? ezt a kohan gyakorlat nagyon jó belét kondicionálja. Azért csináljuk. hogy pillanatok alatt ben van a kohanban a megoldás, és csak egy darab. Kim van, és esetleg többféle. Egyikben sincs, vissza kell támadni, mert buta volt a kérdés, vagy beúratosod volt, vagy kötözködik, vagy stb. Mikor, milyen tudatforma kell, és ez vissza kell térni a bármiféle tudatforma elé. Ezt hívjuk a nem tudhatónak, vagy a nem tudható tiszta tapasztalatának. Egyszer egy bölcsembertől hallottam azt a mondatot, hogy fát vágni, vizet hordani. Chopping wood, carrying water. A kérdésem első fele az az lenne, hogy ez kifejezi-e a zen szellemiségét kellőképpen. Kivéve, hogyha lakótelepen laksz. Hát persze. De, hogyha lakótelepen laksz, akkor ne ragaszkodj ehhez, mert feljelentenek azon nyomban. Te ne ott fát a panelbe. Hát képzeld el. Hát nem rendeltetésszerűen használd át a lakást. És hogyha már vizet kell hordani, hát akkor már rég baj van. Jó? Tehát helyzetfelismerés, kapcsolatteremtés, cselekvés. Megint erre az unalmas, egyáltalán nem eseménydús tanításra kell visszajönni, hogy a legszebb zen tanítások közepette is épelmélyűek maradjunk. És azt tegyük, ami éppen szükséges és helyes. Jó? A második fele az az, hogy ezt a fajta élményt ezt sikerült megtapasztalni itt az elmúlt pár napban, amit itt töltöttem. És akkor mégis, ha ezt bárhol tudjuk csinálni, akkor hogy adunk ennek célt, hogy tudjuk megkülönböztetni azt, hogy most éppen hol szeretnénk ezt csinálni, hogyha egyszer az a lényeg, hogy ilyen tudattal működjünk. Akkor ezt eleve bárhol lehet művelni. Igen, és ez így van jól. Ezt bárhol művelheted. Ez a tudatállapot nagyon-nagyon alkalmazkodó, de nagyon tiszta, nagyon jól jelenvaló. Ha fát kell hordani a fűtéshez, akkor vágd a fát és hord. Ha vizet kell hordani ahhoz, hogy vízünk legyen, akkor hord a vizet. És ha mindezt nem csak magadért, hanem az egész közösségért, minden lényért teszed, akkor ez teljesen rendben van. Tehát a ernyőnek nincsen GPS koordinátája, bárhogy csk, meghúzod a kioldozsinort, landolsz, és már is bekövetkezik ugyanez. Jó? Szóval én azt nem szeretném megkérdezni, hogy mi van akkor, hogyha... Na, szóval én úgy gondolom, hogy ez a, ez a valami, ami a mi ezre válasz, mert mint a mi ezre, azt hiszem az a válasz, hogy ez az. De... Szóval, hogy... Miket tud hihetetlen? Szóval, hogy mi van akkor, hogyha ez a, szóval, hogy ezt a valamit én ma, mondjuk magasabb rendinek tartom önmagamnál, és hogyha egyet, tehát úgy érzem, hogy nem tudok, egy csomószor ehhez méltóan viselkedni vagy élni. Ez a nem tudható. És te azonos vagy különböző? Nem. Akkor hol van itt az alacsonyabb és magasabb rendű? Sehol. Örülök. Ég kék fűzöld, éhes vagy egyél. Szomjas vagy, így áll. Jó? Ne hozd létre a magasabbat és az alacsonyabbat. Akkor a pokolban vagyunk mindannyian. Az más, hogy a karmádat hogy használod. Na, arra rá kell látni, és hogyha úgy érzed, hogy méltóságodon alul teljesítesz, akkor szépen emeld a szintet. De mindig van hova emelkedni? Tehát, hogy... Van, van. <laughs> és ez nem ikarosz komplexus. <laughs> Jó. Te, tehát, ha azt lehetséges. mondod, emelkedni, azt mondod emelkedni, már süllyedtél is lefele. Van-e tenni azért, hogy segítsünk másokon és magunkon? Erre a válasz az, hogy igen, de ha alacsonyabban és magasabban gondolkodsz, akkor mindig eltéveszted a célt. Ez vagy az elitkomplexus, hogy ha, minden egyéb méltóságomon aluli. Ez az elitkomplexus. komplexus. Másik pedig az, hogy mindig a fogkefével akarja a WC-ből letakarítani. Mindenhonnan. Mert ő neki az a méltóság, tehát egy inverz dolog. Ha ezt kell csinálni, akkor ezt, ha azt, akkor azt. Ez a dolgoknak az ilyensége. És nem hozom létre a magasat, az alacsony a jót és a rosszat. De hogyha hamuval kell felszórni a jeges járdát, felszórom hamuval, ha be kell hozni a nagy kartondobozt, behozom, és hogyha válaszolok kérdésekkel, akkor meg az van. Vagy te kérdezel, előtte krumplit pucoltál, Utána lehet, hogy takarítasz, és más valaki szellőztet, és helyre rakjuk a termet. És ez a fajta együttműködés, ebben van hierarchia, de nincs alacsonyabb és magasabb önmagában. Egymáshoz viszonyítva létezik minden, oké? Okay? És ha így teszi a dolgát az ember, akkor nincs probléma. Nem érzi azt, hogy alacsonyabb vagy magasabb a másiknál. A teendők is ilyenek. Csak az a helyzet, hogy ahogy szemlélem mondjuk önmagamat, mert ugye önmagamat van lehetőségem a legjobban kiismerni, akkor mondjuk csomó helyzetben mindig kijön ugyanaz, hogy na már megint ilyen voltál, na már megint ezt csináltad, és akkor szóval, hogy ezen lehet ugye változtatni. Vagy szóval, Igen. Mond... Sőt, nem tartunk magunkkal számon kérő beszélgetéseket, Hiába volt az esetleg jellemző néha gyerekkorunkban, hogy ilyen beszélgetések hangzottak el a családban. Na, ezeket a mintázatokat szépen félretesszük. És ne önmagadat szemléld, az egy idő után olyan unalmas, hogy ez borzasztó. Hanem tér vissza ehhez a pillanathoz, egy tágas térszerű tudathoz, ahol te, mint önmagad el tudsz tűnni. És ekkor kezded a karmádat rendesen látni, miért az én képzetet Leszedted róla, hogy én ez vagyok, én nem ez vagyok, én alacsony vagyok, én magas vagyok, én jó vagyok, én rossz vagyok. Ezt a réteget, ezt a komoly diszkriminatív, minősítő, kivetítő réteget ezt szed le. És akkor ebben a tiszta éntelen tükörben úgy látod magadat, másokat és a világot, ahogy vagyunk. Ez a kincs. Oké? Okay? Tehát ne önmagadat szemlélt, hanem lásd a karmát, amit hordozol. Szedd le róla az azonosság és különbözőség tudatát. Hogy én ez vagyok, én nem ez vagyok, hogy én, én, én. én. Meg nem én, nem én, nem én. Vége. És akkor az égkék és a fűzöld és a padló barna. De ahhoz vissza kell térni ebbe a pontba. Ezért tanítjuk, ezért sajátítjátok el lépésről lépésre, ezért lesz a tietek, ezért válik ösztönös és spontánná, hogy az intuíciótok, a megfelelő nem dualisztikus tudatformák mind helyesen működjenek. Szeretnék -hát, még kérdezni egyet itt a meditációs tapasztalatokkal kapcsolatosan. Hát látom, nem volt elég, de mondjad. -hát, elég volt, már múltkor voltam Hollywoodban, meg végig tapasztaltam minden hullámvasutat érzelmileg mindenhogy most, most hasonló dolog történt, de, de most ez nem érzelmi, és volt benne Hollywood, meg minden más, de, de most meg körülbelül, ez, ez mai nap fordult elő, és kicsit megijesztett a dolog, hogy körülbelül egy hat órán keresztül, háromszor 50 perces periódusban egyáltalán nem tudtam kijönni ö, az álomból. Úgyhogy folyamatosan meditáltam, magamhoz tértem, megrándultam, így kinyitottam fél másodpercre a szemem, próbáltam a gyakorlathoz visszatérni, és körülbelül két-három percet vagy egy percet se tudtam visszatérni a gyakorlathoz, megint rám jött valami álom, és akkor folyamatosan ment előttem valami kép, vagy valaki bejött ide, és akkor magyarázott. És hat órán keresztül azon küzdöttem, hogy próbáljak a gyakorlathoz visszatalálni, így, mindig föl, föl eszméltem, hogy magamnál vagyok, és, és akkor ö, próbáltam a gyakorlatot vinni, de, de ez így totálisan furcsa volt számomra, hogy hogy, hogy nem, nem bírtam kiszabadulni ebből az állapotból. Azt mondod, hogy ez kb. 6 órán keresztül állt fönt, így van? Durván, igen. Előtte és utána nem ez volt, hogyha jól értem. Előtte és utána nem. Akkor örülj, mert világrekordot tartasz. Ugyanis vannak, akik nem hogy 6 órát, hanem 6 hónapot, vagy 6 évet töltenek ilyen állapotokban, és még azt se tudják, hogy mikor kezdődött, azt meg végképp nem látják, hogy mikor fog végződni. Tehát ez a 6 óra, ez egy nagyon érdekes képregény volt, az élő fejben az volt, hogy Norbi mozia. És szépen lapozgattad s amikor ez a gyönyörűséges mozi véget ért, mert mondjuk hat órás volt a sorozat, akkor ismét éber voltál, ismét érezted a teret, itt voltál a pillanatban, úgyhogy ez szeretnék van. gratulálni. Köszönöm. Más egyéb kérdés? Ö, megtaláltam az ötfogadalmas ö, papíromat, és ö, már el is felejtettem, hogy az én nem vagy a cselekvés kincse, és hogy miért pont ezt. Uh, miért pont ezt a nevet kaptam. Hát, hogy De... rájöjjé, hogy a cselekvés az kincs. Azért. Hogy nem csak úgy teszünk valamit és így következő nap meg az ellenkezőjét. Azért. Hogy cselekedj, és a cselekedetből kincs legyen. Oké? Okay? Még egy kérdés sem lenne itt egy Még állandó... egy, hát ezt nem hiszem el, de nyugodtan. Utolsó lesz, ígérem. Egy állandó visszatérő hasonlattal, amiket itt szoktál mondani a bumeránggal kapcsolatosan. Uh, itt a bumeráng, az mit jelképez? Sláger rádiót. Nyugodjon békében. <laughs> az én cselekedeteimet, tetteimet, vagy, vagy mi, mi az, amit ez, ez konkrétan? Az itt a karma, ebben a... amit még az énséget begörbít. Ezért mondta Szunk Szenyém, hogy menj egyenesen. Ha egyenesen megy, akkor az a karma nem tér vissza hozzád, mert nincs benne én. De az énség, vagy a nem énség, az elvállalom, a nem vállalom, az akarom, a nem akarom, ez mindig begörbíti valamilyen körpályára, és akkor visszatér hozzád. Mert begörbítette az a fajta énség, amit leszúrtál oda, mint egy komoly gravitációs pont, hogy hozzám tessék igazodni. Én vagyok a világ közepe. Én, én, én. Ennek a kőkemény tömege begörbíti ennek a pályáját, és akkor szépen bumeránként visszajön hozzád, mert rajta van az énségnek a pecsétje. Úgyhogy ami értéged, rövid vagy hosszabb távon, azon ne csodálkozzál, mert nagyon komoly részed volt abban, hogy az elindult. Húgy, eldobtad, Megkerülte a hegyet, 20 perc múlva visszaér, még talán emlékszel rá. 20 óra múlva ér vissza, hm lehet. De hogyha 20 év múlva ér vissza, hogy micsoda, hát ezt nem is én, pff, úristen, az új lenyomatom. Szóval, érted? Ha pedig a következő életedben ér vissza, akkor meg már végképp tagadod. Tehát olyan, olyan önvédelmi mechanizmusaink vannak, hogy az páratlan, mielőtt meditációban, ugye, a zen egyik mellékhatásaként rá nem látsz a tárház tudatra és a megkülönböztető ítélet tudatra. Akkor van nem meglepetés. Akkor van nem nagy-nagy meglepetés, hogy új kérem szépen, hogy is működünk mi? Na, na. Egyéb kérdés? Még uh, nagyon sokat beszélünk a karmáról. Én nem, de állandóan felhozott most ezzel kapcsolatos lenne a kérdés, hogy a karma fogalmát azt így tudom, meg tudom azt, hogy itt nem ragaszkodunk a szavakhoz, meg nincs mögötte sok minden, de valahogy mégis kötni kell az intellektust valamilyen irányba. És itt a karmánál ugye tudjuk, hogy ez okozat, meg a cselekedeteink, meg a különböző életünk, meg folyamatainknak az eredménye, de ezen kívül itt tágabb értelemben a a te felfogásodban, ez, ez mit akar még? Már, a, már annyit tudsz, hogy ez már sok is. Most miért rakjak még rá? Tehát azt csináltad, hogy megfogtad a szerencsétlen kígyót, és lábakat festettél rá, mert okfejtésed van. És most te arra kérsz engem, hogy még húzzak zoknit is ezekre a lábakra, ugye? És hogyha már az is megvan, akkor adjak rá cipőt? Na akkor meghal a kígyó, ez a baj. Jó, köszönöm az volna a kérdésem, hogy ha van ez a bizonyos karma, így cipőzokni meg minden lábak nélkül, meg vagyunk ugye mi, akik nem tudjuk, hogy kik is vagyunk, vagy mik is, és akkor ugye próbáljuk pucolni, jó esetben levedleni így a tisztítás által ezt a Valamit, ami hozzánk tartozik, hogy azon gondolkodom, hogyha ez erős, bár mindenkinek nyilván a sajátja az erős, vagy úgy szokták mondani, hogy ú, ez ilyen karma, meg olyan karma, de szerintem mindenkinek ilyen karma, meg olyan karma. Attól függ, milyen csomagot vett az előfizetésben, igen. Hogy akkor, igen, igen, hogy akkor most egy ilyen széles sávú karmára, ha mondjuk olyan adott esetben, akkor arra inkább egy ilyen... Tehát az a megoldás, hogy akkor minél több gyakorlás, minél rendszeresebb, tehát hogy egy minél erősebb fogat, egy minél erősebb zabla, vagy szerszám, vagy nem tudom én, vagy pedig a hagyni annak a, teljesedését, vagy beteljesedését, vagy kiteljesülését, és a, annak a folyamatába beletenni, ez, tehát hogy abban gyakorolni. Nem, nem tudom, hogy ez, ez érthető. Az tehát a jó, hogy, hogy már egy ideje hallgatlak. Tehát most úgy megértettem, vagy érteni vélem, ugye? Tehát ilyenkor a zenkört hívjuk segítségül. Tehát van olyan karma, ami a nulla fokon áll mert még annyira nem láttad át, hogy tényleg azt hiszed, hogy csak a világból valami miatt véletlenül ez úgy értéged. Erről akarunk a legkevésbé tudni, itt a legerősebbek az önvédelmi mechanizmusok. Van olyan, amit már intellektuálisan átláttunk, 90 fok. Már érted? De attól, hogy érted, attól még ugyanúgy kontrollál, csak már érted, hogy miért. De még ugyanúgy nem tudtál szabadulni tőle. Van a következő fokozata, 180, ez a legritkább, amikor tényleg megszüntetted azt a karmát. Tehát mondjuk kiskorodban te ragaszkodtál a majonézhez, és mindent majonézzel ettél, ugye? Nagyon finom volt, és akkor egyszer csak rájöttél, hogy hát semmi nem jó neked abban, hogy te majonézzel mindent megnyomsz, és akkor egyszer csak így tényleg így sutty eltűnt. De helyette jött a piros arany. Tehát akkor áttranszformáltad, eltűnt egy pillanatra, mert nem ettél semmilyen tubusost, aztán rájött, hogy sőt, még erősebb kell, mert a ez olyan lágy volt, ugye? És a 270-en átalakul, áttransformálódik egyik a másikba. Tehát semmi más nem tesz az ember, csak áttransformálja, átalakítja azt a fajta szükséget, azt a fajta vágyat, vagy dühöt, vagy egyebet. Az addikció nem vészel, csak átalakul. Igen, de ez már nagy dolog, mert a 270-en már tapasztaltál valamit, hogy a legdurvább karmát is át lehet alakítani. Tehát <kül> valaki mondjuk olyan elképesztően agresszív, hogy állandóan verekszik az utcán, közlekedési eszközön, stb. stb. És csak rájön, hogy, hogy neki, neki, keretek kellenek, neki módszer kell, és akkor elmegy egy ilyen igazi, kőkemény, külső irányzatos, betonbunkeres harcművészklubba. És akkor ott rájön, hogy valójában mi az ütés. Rájön, hogy mi a harc, és el tudja különíteni a dühétől. És ekkor át tudja alakítani ezt az indulatot egy csomó mindenbe, és mondjuk elmegy bontási munkákon dolgozni, ilyen hatalmas nagy dózerekkel, és akkor a betonon éli ki ugyanezt, mert rájön, hogy az nem állandó, az nem fix, azt nem csak szerencsétlen embertársainkon lehet kiélni, stb. 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 Tehát ezek olyan példák, hogy lásd, hogy melyik karmád milyen állapotban van. Mi az, ami kőkemény és ez akkor is én vagyok, hogyha belepusztulok. Van ilyen. És ezt meg lehet élni a egészen a halál küszöbeig. Nyugodtan menjél el odáig. Gyönyörű a tapasztalat. Vagy ha előbb már úgy érzed, hogy vissza kell fordulni, százasban, tehát nincs kétség, vissza kell fordulni, akkor visszajössz ezzel a tapasztalat, és azt mondod, hogy hm, most már elég volt. Na itt a kulcs. Az elég tudata. Tehát hogyan mondod a majonézre, hogy ennyi elég volt, és elvágtad. Később a piros aljön, hogy elég, mert abból is elég volt. És akkor jön az erős pista, ugye? Mert az már krém. Az már nem ilyen tubus, és az üveges. Az más. Tehát innentől kezdve, hogy meglátod, hogy a karmád alakítható, hatalmas lehetőségeid vannak. Az áttranszformálhatóság az sokkal, azt mondom, életszerűbb, mint maga az a 180 fok, ahol nagyon, nagyon sokáig nem lehetsz. Mert testhez kötött életet élünk, mert emberek vagyunk, mert érzékszervi tapasztalásaink vannak. De a 180 fok, a nincs én, nincs karma, nincs ok, nincs okozat ebben a pillanatban, annak a tapasztalata nélkül a 270 nem működik. Nincs transformáció, nincs meg az alapja, nincs ez a lényeg, ami szerint ez működne és ugye 90 foknak is az intellektuális tanulmányoknak is a böcsületét megadjuk, anélkül, hogy egy intellektuális kertet, ugye, be nem vetnél, kinél, kinél gyomlálnál, anélkül teljesen vadhajtások lesznek csak a tudatban. Tehát ki kell nevelni az intellektust, ki kell gyomlálni ezeket a hajtásokat, megfelelő neveltetés kell, megfelelő rálátás kell, mert enélkül nem tudod a lényeget annyira megragadni azt az egyhegyű, nagyon finom, egy pontot, ami annyira egy, hogy nem is kettő. Tehát itt mindennek szerepe van, és a 360, ugye, amikor már a karmádat tényleg más lényekért tudod felhasználni. Tehát nagyon egyenletesen, középutasan, önzetlenül tud érvényesülni ugyanaz a karma. Tehát ekkor lesz mondjuk tényleg a rablóból egy fantasztikus jó biztonsági őr. Csak ideig el kell jutni, és hogy hány évet kellett ez börtönbe tölteni, azt ugye nem tudjuk. Egyéb kérdés? Azzal, hogyha valaki mondjuk ki akarja magát vonni a társadalomból, de nem akar ártani senkinek, meg nem akar már semmit, csak hogy nem akar mondjuk emberek között élni, akkor azzal karmát, vagy azzal hoz létre újabb karmát. Persze, azt mondod, hogy nem akar semmit, ez egy kőkemény karma. Nem akar emberek között élni, az is egy kőkemény karma, és a kettő az nem ugyanaz. Tehát figyeled, hogy a kettő mennyire ellent mond egymásnak. Az, hogy nem akarsz emberek közt élni, az azt jelenti, hogy kimész Lajos forrástól két kilométerre de a pilisbe egy sátorral, és ameddig a kaja bírja, és meg nem találnak az erdészek, addig te ott vagy, mert nem akarsz ugye, emberek között élni. De ha semmit nem akarsz, az teljesen más. Na most az igazi kérdésen feléd, fiatal művész lélek, az, hogy a kettő számodra miért rokon értelmű? Miért van egymás mellett a kettő? Ezt tessék megnézni. Nem tudj, nem akarok semmit. Valamit akarsz, amit magadnak sem mersz bevallani, és inkább azt mondod, hogy nem akarok semmit. Ugye? Mondjuk. Tehát akkor néznek, hogy mit akarsz valójában, és szedd le róla ezeket a reménytelenség tapaszokat. De ha mondjuk de. Ar, hogy az, amit akarok, az igazából az nem... Vagy az annak nincs úgy értéke. Honnan jöttél rá? Elmentél az akarat tőzsdére, és be volt árazva? hogy a te akaratod az értéktelen, de viszont a többiek ki az bizony 110%-ot emelkedett. Hogy van ez? Honnan van a kisebbségi érzés? Gyors jelentést kaptál magadról? Hogy van? Tessék tapasztalni. Tessék tapasztalni. De miért kell tapasztalni? Azért, hogy megtudd, hogy valójában mi van. És ne ezektől az ideáktól függ, hogy az akaratod ennyit ér, vagy ennyit nem ér. Tessék tapasztalni. De hogyha úgy is látom, vagy mások tapasztalatából látom, annak úgy is rossz lesz a vége, amit akarok. Jaj, miért de messzire kerültünk már attól, hogy nem akar semmit, ugye? Jaj, de nagyon jó. Hát olyat ne is csinálj te. De hát semmi szín alatt. Hát amit látod, hogy rossz, meg szenvedést okoz, meg felesleges. Olyat ne csinálj, viszont akkor már ott tartunk, hogy csinálod az ellenkezőjét, ami jó, ami helyes, ami neked is és másoknak is finom és jövedelmező. Na, azt kell csinálni. Milyen gyorsan visszaértünk a nagy rengetegből, meg a nihilizmusból, ugye? a karmához szeretnék még visszacsatolni. Már megint? Most már pótkot is teherautó kell, mert már annyit akartam, beszéltünk de, róla. Ha Igen. téma volt, akkor, akkor megkérdezem, hogy ez tulajdonképpen úgy működik, hogy ugye mi teremtjük a, a, a valóságot, meg, meg, mindent. Hogyha mondjuk egy előző életemben valami, tehát negatív dolgokat, vagy rossz dolgokat tettem, ö, ami miatt mondjuk ebben az életben olyan mintázatokat veszek észre, ami, ami mondjuk vezeklés, akkor ez tulajdonképpen egy, működik, működött, egy, ak, tehát működött akkor is egy olyan lelkiismeret, ami, ami, tulajdonképpen akkor el volt nyomva, és most, most ez így előtérbe helyeződik, és, azt ledolgozom, vagy Vigyázzunk vagy... ezzel a fogalommal, hogy lelkiismeret, mert ezt szokták a legjobban a moralisták és a különböző etikai könyvek szerzői kisajátítani és megmondani, hogy te neked milyen lelkiismereted van. Figyelet, tehát kívülről te neked azt megmondják. Itt nem mondják meg, ebben a térben senki, csak elvezetnek ahhoz a tapasztalathoz, hogy hogyan lásd tisztán önmagad. És ez a lelkiismeret forrása, amikor az ok és okozatot kíméletlen tisztasággal látod magadban. Tehát akár ebben az életben, a múltban, vagy egy korábbi élet múltjában, ha az ítéletalkotó tudat letakarta ezt a tisztánlátást, akkor hozhattál olyan döntéseket, amelyeknek a negatív következményei most érnek vissza hozzád, amely akkor nem tűn negatívnak, mert te megmagyaráztad magadnak, hogy az mitől jó neked. Tehát akkor már akkor is tudtam, hogy negatív, amikor elkövetett. Nem tudtad, mert túlságosan hittél a téves nézeteidben. Most viszont, ahogy a karmád szépen körbejár, és újra leszülettél, és olyan helyzetbe, olyan körülmények közé, olyan életpályával születtél, amelyből elkerülhetetlenül tanulsz. Akkor teljesen más nézőpontból látod ezt, mint egy korábbi inkarnációban. És az a szerencse, hogy teljes Életekre nem emlékszünk, bizonyos életszakaszokra, darabokra, klipekre emlékszünk, amelyekre a leginkább kell emlékeznünk, mert abban volt a legnagyobb azonosulás erő, a legnagyobb én erő abban volt. Ezért emlékszel rájuk. Tehát vagy nagyon-nagyon fantasztikus, jó volt, és elképesztő, és mindent vert, vagy mindennél alacsonyabb, mindennél borzasztóbb, mindennél szörnyű volt, és akkor meg azért jön föl hogyha megnézed az emberi pszichofizikum működését, van a nyolc tudatszint, ezt sokszor elmondtam, és itt ezt mindenki tudja. A hetes, nyolcas, a hetes a megkülönböztető per ítéletalkotó tudat, és a nyolcas az emlékező per tárház tudat. Ez a kettő együtt a lélektartalom. A tapasztalatokat, amik az első hat tudatszintről, látás, hallás, szaglás, tapintás, ízlelés, konceptuális gondolkodás bejönnek, a hetes megcímzi, Megütnek, fáj, rossz. Megsimogatnak, kellemes, jó. Ez én vagyok, ez nem én vagyok. Ezek a megkülönböztetések a hetesben születnek, és eltárolódnak a nyolcasban, mint tény, hogy te voltál az. Ugye? És amikor ezek a tapasztalatok elérnek egy elképesztő szélső pontot, szélsőséget, úgy beégnek ebbe az identitás rétegbe, hogy esetleg több életen keresztül ezek, mint arhetipusok, meghatároznak téged, motiválnak, hajtanak hátulról, ezért kerülsz el bizonyos embertípusokat, ezért hallani nem akarsz bizonyos helyzetekről, és a többi, és a többi. Úgyhogy amikor meg nagyon pozitív, hogy ez én vagyok, sikeres voltam, és a ezt nem tudod, de tudat alatt szépen hajt, és akkor te arra mész, és az akarsz lenni, és azt akarod csinálni, és a hogy ezek a, ezek a magyarul driverek, tudatalatti hatóerők, ezek korábbi azonosulás tudatokból származnak. Hogy pozitív vagy negatív módon, de azonosultál ezzel, akár úgy, hogy ez nagyon te voltál, vagy nagyon hárított, hogy ez nagyon nem én voltam. Még akkor is, hogyha te tetted, ha évtizedeken keresztül te így beszéltél, éreztél, gondolkodtál, cselekedtél, de akkor sem én voltam, és akkor sem vállalom. Ez ugyanolyan egoitás, csak inverz. Ezek azok, amik néha feljönnek. Megkérdezed azt, hogy mi ez, mi vagyok, és minden ilyen hatalmas görbe előbb-utóbb megjelenik. Ez addig van, amíg ki nem vonod az énséget belőle. A pozitív és negatív előjelt ki nem vonod be, és akkor lesz éppen ilyen. Akkor lesz pontosan olyan, amilyen. És ez nem valami nyákos nyúlós semlegesség, amiben semmi sem tiszta. Hanem pont ekkor látott tisztán az ok és okozat működését, mert leszedted róla a pozitív vagy negatív azonosulás mázát, rétegét, takaróját. Hogy mi van akkor, hogyha ebben az életedben <laughs> csináltál valami olyasmit, amiről később rájössz, hogy, hogy bűn volt például? bocsánatot kell kérni. Erről az életről van szó, akkor valószínűleg él az vagy azok, akik ellen elkövetted. Bocsánatot kell kérni. Nincs nem él. Akkor a hozzátartozóitól vagy akitől még lehet. És ha tényleg nem él, akkor egy szertartást csinálni azért, hogy elérje ez a bocsánat kérő energia a testen kívül is. Ha van megvilágosodás, akkor van boldogság is. És ha nincs megvilágosodás, akkor mi van? Hm? azt mondod, van, kapsz 30 -a. azt mondod, nincs, akkor is kapsz 30 Teh Tehát nem mászkáljál itt a megvilágosodással a homlokodon, jó? Meg a megvilágosodás hiányával se. Használd a tükröt, a sokkal jobb. Kívülbelül, oké? Okay? Akkor a megvilágosodás nélkül is van boldogság. Na végre! Na de az meg milyen? Uh, amikor mondjuk ma történt délután, amikor két különböző vallás képviselője vagy mestere találkozik, akkor ez ö, olyan BB-típusú, vagy itit-típusú találkozás, vagy amikor így beszélgetnek, akkor, akkor így a tanítások így egybecsengenek, vagy, vagy, vagy történik egyfajta ilyen hát nem meggyőzés. Hogy így. De elmondom, hogy nekem ez hogy érződött itt a találkozás során, ami hát reggel fél tizenegytől délután fél négyig itt zofort, ugye, folyamatosan volt. És azt kell mondanom, hogy egy fantasztikusan lélekemelő, szeretett energiával teli találkozás volt, mert egy olyan tanító jött, és egy olyan tanítványi közösség, akik nagyon-nagyon magas szinten gyakorolnak. És magáról a darmáról volt a legkevésbé szó. És ez már valami nem kell állandóan egymás ruhájának a szövését vizsgálni, hogy most keresztöltés van, egy sima, egy fordított, vagy esetleg száröltés, és hogy varták rá a gombokat, tudod? Tehát nem vizsgáljuk egymás darmáját, hanem egymás lelkét érezzük a magunk felnőtt világos módján. És beszélgettünk természetesen az indiai, koreai, kínai, nepáli és egyéb hagyományokról is, de mint minthogyha egy tárlatvezetésen lettünk volna körülbelül. És itt nincsenek nézetkülönbségek. különbségek. Kulturális, eszközbeli és egyéb különbségek természetesen adódhatnak, de ha tényleg már bizonyos szintet meghaladtál ebben, te nem akadsz bele. Nem akadsz a Fantasztikus jókat rötyögtünk, elsütöttünk egy-két viccet. Beszéltünk arról, hogy Spanyolországban, Indiában, Koreában, Magyarországon milyen karmával szembesülnek azok, akik egyrészt gyakorolnak, másrészt tanítanak. Fantasztikus volt, és még folytathattuk volna három napig. Tehát annyira kiegyensúlyozott és jó hangulatú volt ez az egész. Tehát értsük meg, ez emberfüggő, nem vallásfüggő, nem eszközfüggő, és tudom, hogy nem itt tetted fel a kérdést, de ez maximálisan emberfüggő, mert akárhogy bújtatod az embert, mindig valami kilóg a stóla alól, meg a reverenda, meg a rendi ruha alól. Oké? Okay? Tehát nem kell azt hinni, hogy valami lényegesen megváltozik azért, mert beöltözöl. Tehát ha te tényleg kiművelted magad, és tényleg egy nem dualisztikus, világos, együttérző bölcs tudatot hoztál létre, az egy hasonló minőségű tudattal találkozva mert fantasztikus harmóniában érzi magát, és teljesen mindegy, hogy a korbéli, kulturális, hagyománybéli vallásos távolság mekkora. Nem ezek a mértékadók. Meg szeretném kérdezni, hogy ha az ember döntést akar hozni, akkor azt meditációval hogy kérdezze meg magától? Rendkívül konkrétan. Annyira konkrétan, amennyire csak tudod. Tehát legyél metszően őszinte saját magaddal, és konkrétizált, hogy mit akarsz, és kérdezd úgy, ahogy annak lennie kell. Nem maszkírozzuk, nem próbáljuk meg megtökéletesíteni, nem szeretnék javítani se magunkon, se a döntésen. Nézz vele szembe. Miért? Miért kell vele szembenézni így? Hogy később ne féljél tőle. Ha nem nézel vele szembe, később félni fogsz a döntésedtől. Nem merted látni a következményeket, a különböző következménysíkokat. És ez nem a mi lenne, ha. hanem lárdan tudod, hogyha megnyomod ezt a gombot, erre repül, azt a gombot arra repül. Kész. Tehát vigyázzunk, hogy melyik gombot nyomjuk meg. És ezekkel a lehetőségekkel, kockázatokkal és jutalmakkal szembe kell tudni nézni. És hogyha félelem nélkül szembenézel egy döntéssel, akkor a következményét is félelem nélkül lehet viselni. És ez miért kell? Nem csak azért, hogy ilyen félelem nélküli bajnokságot nyerjünk, hanem azért, hogy a következő döntést is helyesen hozzuk. Képzeld el, hogy megijedtél a következményektől, de egy újabb döntést kell hozni. Az emiatt kialakult félelem teljesen hazavágja az újabb döntésedet. Hogyha egy mélypontba kerül az ember, akkor azt, 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 azt hogy tudja, akkor hogy a Mantrával dolgoznom, vagy pedig a kérdésekkel megint? Mélypont függő. Nem mindegy, hogy milyen mélyponton vagy. Nem. Az egyik, hogy már annyira, de annyira, de annyira eleged van. Száz százalékig eleged van a mélypontodból, és már nagyon ki akarsz onnan jönni. Ekkor el fogod hinni azt a módszert, amit éppen alkalmazol, és bármit alkalmazhatsz, de a mantra például nagyon jó erre. kének szóval kiénekled magad onnan. De vannak ám -e olyan mélypontok, hogy közben szeretjük hogy ott dagonyázunk a mélyben, a sötétben, és ott forgolódunk és fröcskölünk különböző folyadékokat, ugye? Tehát ekkor van az, hogy elképesztő mélypont, de még mindig nem elég. Na most itt egyetlen egy probléma van, tehát az ember lett bátor és még mélyebbre, még mélyebbre, még mélyebbre, csak egy bizonyos mélység után minden tenger alatt járó összeroppan. Tehát meddig bírja a test? mindig elérsz oda, hogy a mélypont gyakorlása közben és a mélységi repülés vagy merülés közben megsuhint a halászele. És ettől kell nagyon észnél lenni. Mert innen még vissza lehet jönni, hogy csak a szele suhintott meg, de hogyha ez a nagyon hideg fuvallat, ami a testből való kilépésnek az előszele, ez nagyon sokáig hűti az arcodat, akkor lehet, hogy túlzuhansz. És akármennyire is meg akarod tapasztalni, hogy te milyen kemény leány vagy, ugye, az adott kőkemény mélypont közepette, ha a test nem bírja, akkor elköszön. És akkor buktad az inkarnációdat, mert nem tudod a tapasztalatot visszahozni ugyanoda, ahonnan elindultál. És a következőben pedig megint meg kell születni, megint ugye emberi test, felnőni, tudatosulni, rálépni az útra, megfelelő módszert találni, megfelelő tanítvány, tanítványi közösséget, tanítást találni, és megint tudatosítani az egészet. Elképesztő késedelem. Ezért érdemes megnézni, hogy hol vannak azok a határok. Megnézed mondjuk az 12 lépéses terápiának a gyönyörűséges negatív harangörbejét, ott van egy olyan mély pont, ahol a harang lefele kinyílik, és van egy kérdőjel. És nem tudja senki, hogy az adott alkoholfüggőt mi az, ami lefelé taszítja a halálba, vagy visszahozza az életbe. De ha visszahozta az életbe, ebből a totális szétesettségből, mélypontból, függésből olyan minőségek vannak akkor, ami már elképesztő, vállalhatatlan. De ő mégis vállalta, és mégis keresztülment rajta. És van valami, ami akkor már rég nem gondolat, érzelem, Semmi, amit így de, néven nevezni tudnál, vagy azonosítani tudnál, mégis valami visszahozza, és elkezd fölfelé jönni. Ugyanaz a döntéshelyzet vállalható úgy is, hogy azt mondja, feladom. Vége. És abban a pillanatban elindul egy olyan lejtőn, hogy nem tudja magát visszahozni. És nem tudod, hogy pontosan mi dönt. Csak azt érzed, hogy itt van a döntés. És hogyha akkor tudsz valamiben vagy valakiben hinni, akkor jössz ki. De ez akkor nem tudatos. Ez csak úgy van. És ha van, akkor segít, és tartalékként szolgál, és üzemanyag, és iránymutatás, és akkor szépen jössz fölfelé. De ha nem, akkor elengeded, mert nincs miért, nincs kiért, maga miért se, másért se, és akkor egyre mélyebb, 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 és a test nem bír egy idő után, és puff, elköszön. Úgyhogy akkor az marad a következő életre, valamelyikre. Úgyhogy ezt ne tegyük, azt javaslom, hogy minden karmikus spirálból úgy jöjjünk hogy még ebben az életben a tanulsága meglegyen, hogy váljon a ciklus teljessé. Aztán mindenki tudja itt, hogy nem tökéletességre törekszünk, hanem így a teljességre, a ciklusok átlátására, a tanulságok levonására, és így a megvilágosodottabb élet élésére. Megköszönöm mindenkinek a ma este kitüntető figyelmét, és azt, hogy ma ilyen gyönyörűen ez a közösség együtt gyakorolt. Megköszönöm mindenkinek a türelmét a mai vendégjárás rendhagyó mi voltával kapcsolatban, és remélem azt, hogy nagyon sokáig együtt tudunk gyakorolni közösen, hogy elérjük a felébredést, és megszabadítsunk minden lényt a szenvedéstől. Köszönöm a figyelmet.